Így szól a műfajok egymásra találása. Minden Károly munkásságának jelentős részében tett kísérleteket arra, hogy első látásra egymásnak idegennek tűnő vagy épp ellentmondó zenék közös gyökerét megtalálva építsen valami különlegesség. A Retropolis című albumok a máról szólnak, melyben a nagyvárosi multikultúra és a hagyományos magyar népzene talál egymásra. Az inspirációt az élet adta, mesélte a történetet Binder Károly. Belvárosba sétáltam, és egy parasztnénike árulta 4 darab paradicsomot és 3 darab paprikát egy gyönyörű szép hímzett terítőn a Deák téri metró lejárónál, és ez engem ilyen torokszorító erővel fogott meg, és gyakorlatilag a Retropolis név is innét ered, hogy gyakorlatilag egy üveg palották és felhőkarcolók és egy belvárosi életérzés közepette egy erdélyi parasztnénike ott ült, és hihetetlen megható volt. És én azt mondtam, hogy egy olyan zenét szeretnék írni, ahol ezeket a kultúrákat átmentem, és gyakorlatilag nem a parasztnéni a másodrendű ebben a kultúrában, hanem első számú főszereplő, és minden, ami körülötte van, az csak egy mulandó dolog. Reménykedünk, hogy ezeket a kultúrákat meg tudjuk menteni és megőrizni. Tudnék, ezek hihetetlen erőt jelentenek, és ezek kincsek gyakorlatilag. Na, és folytatva eltelt elég sok év, és megszületett a Retropolis 2-es album, amihez társakat keresett, és megint az élet játszott a kezére. A jazz tanszék és a népzenei tanszék egy épületben van Budapesten. Akárhányszor belépett, kénytelen volt népzenét hallgatni. Így jött a találkozás Pál István Szalonnával és Zsikó Zoltánnal, meséli Binder. Amikor elkezdtünk próbálni a karcsival, rendkívül mód izgultam az, hogy én ebben vajon mit fogok játszani. Amire elkezdtünk muzsikálni, és azt mondta, hogy Szalonna, te magyar népzenét muzsikálj. És ennek azért örültem, mert hogyha az előadók, vagy akik arról gondolkoznak, azt játsszák, amiben tényleg felnőttek, és aminek a gyökereit jól ismerik, akkor nem kell ilyen tudathasadásban különböző dolgokat belekeverjenek, hanem lényegében a zene születésekor történik meg az, ki mit hozott magával. Tehát én annak örülök, hogy úgy tudok részt venni egy produkcióban, hogy alapjában véve magyar népzenét kell muzsikáljak, és ők, akik a jazzzenének kiváló ismerősei, mégis a maguk formájában játsszák ezt a műfajt, és a kettőből születik valami új, aminek mind a kettőnek megvannak a múltja, meg vajon a jelene, és szerintem a jövője is.
Az a különleges és az a nagyon kellemes ebben a formációban és ebben a ezen a fellépésen, hogy gyakorlatilag nekem ugyanazt kell csinálnom, mint akkor, amikor a saját zenekarommal, vagy adott esetben a Szalonna Bandával, vagy más zenekarral játszunk autentikus magyar népzenét. Ennek a koncertnek pont az a lényege, hogy a népzenészek a népzenét játsszák, a tradicionális magyar népzenét autentikusan, és a művész úr a zenekarával, a kvártett pedig hozza alá a jazz formákat, és tulajdonképpen az ő elképzeléseit valósítja meg, és ebből lesz egy nagyon érdekes fúzió a magyar népzene és a jazz között. Úgyhogy hál' Istennek, én azért is vállaltam egyébként el ezt a produkciót, mert nem kell saját magamból kiforduljak, hanem gyakorlatilag azt az értéket kell képviselnem, amit egyébként én népzenészként teszek. Ezekkel a kütyükkel és mindenféle egyébben felhígított és terhelt kultúra, amiben felnőnek a mai fiatalok, igazából nehezen találkoznak ezzel a kultúrával. Tehát biztos, hogy van, és az öregek is őrzik, és azok is megmentik és őrzik, akik látják ezt a veszélyt, hogy egyszer csak elsöpri ez a híg. Hát gyakorlatilag nyugodtan kimondhatom, hogy multikultúra. A multikultúra az addig működik, amíg minden egyes kultúra meg tudja tartani a saját identitását és a saját értékrendjét. És hát ezen dolgozunk.